Az árusok képviselője elmondta, hogy a vásárlóerőhiány mellett tavaly a munkájukat sem tudták maradéktalanul elvégezni, mivel elmaradtak a kirakodó vásárok és a piac is bezárt a vírus helyzet miatt. Így az árusok bevétele is csökkent, ugyanakkor az asztalok bérleti díját és a kirakodó vásár helyeit a helypénzzel együtt az eddigi évekhez hasonlóan a tavalyi járványhelyzetben is egy évre előre fizették ki. Szeretnénk kérni, hogy ezentúl havonta történjen a helyek kifizetése 6000 dináros összegben helypénzzel együtt. Így mindenki el tudná dönteni, hogy mikor és meddig dolgozik, és nem kellene egy évre előre befektetni a nehezen összerakott pénzünket ebben a bizonytalan helyzetben. A kommunális lakásgazdálkodási közvállalat igazgatója elmondta, hogy a termékpiac árusai pár évvel ezelőtt elmentek a polgármesterhez és árcsökkentéseket kértek. És akkor kiegyeztünk, ez már jó pár éve működik, biztos egy 2-3 éve, hogy aki egy évre előre kifizeti a helypénzt, az 20%-os árkedvezményt kap, aki meg a, vagy bocsánat, elnézést, szerződést köt asztali bérletre, jár a 20%, a helypénzre még 50%-os árengedmény jár, ha egy évre előre kifizeti. A közvállalat igazgatója azt is hozzátette, hogy amikor a járványhelyzet elején bezártak a piacok, akkor az árusoknak egy havi bérleti díjat nem kellett kifizetniük.